De akkor ezzel azt is sugallod, hogy Zelenszki nem biztos, hogy hosszú távon marad? Én nem fogadnék rá, hogy marad. A harmadik világháború szélén táncol az emberiség. A Fundellein az, aki állandóan erőlteti Ukrajna támogatását. Ez arról szólt, hogy leosztották a vezető posztokat Berlin és Párizs között. Pont. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Nagy szeretettel köszöntöm a Mandirnes Stratéga nézőit és hallgatóit mai adásunk speciális adás, ugyanis két részből fog állni. Adásunk első részében Nógrádi egy biztonságpolitikai szakértővel fog beszélgetni, második része pedig egy Európai Uniós külön kiadás lesz, amelyben Hölvényi György, a KDNP Európai Parlamenti Képviselője lesz majd a vendégem, de kezdjük is a beszélgetést Nógrádi Györgyel. Szervusz, köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, én nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál. Ursula von der Leyen újraindul, Müncheni biztonságpolitikai konferencia, Navalnyi meghalt, máig tisztázatlan körülmények között a svéd kormányfő Budapestre jön, nagyjából ezekkel a témákkal készültem, aztán majd jutunk, amire jutunk, de kezdjük Ursula von der Váratlan vagy nem váratlan szerinted, hogy ő indul, újraindul? Kezdjük a múltjával. Ursula von der Leyen 1958-ban született, az egyik legtehetségesebb fiatal politikus nő volt, mindig a CDU-ba volt, rengeteg életébe a pró és a kontra. Édesapja tartományi miniszterelnök volt, aki szeretett volna kancellán lenni. A kól legyőzte őt, a papa beteg lett, Ursula von eredetileg orvos, kevesen tudják, és a papáját ápolta. Ő a német kormányba üstökösként tűnt föl, ami nagyon érdekes, hogy bejelentette, hogy ha kell, akkor pótolja Merkelt és kancellár lesz. Másnap elővették a doktori diszertációját, kiderült, hogy ahogy nagyon sok egyéb német politikus és egyéb politikus a világon, ő is rengeteg dolgot kimásolt, anélkül, hogy idézője lett volna, és óriási volt lett. Hát hónapokig vizsgálta az egyetem, majd kiderítette, hogy maradt a doktori címe, csak legközelebb tegye ki az idézőjeleket. Ettől kezdve... Bocsánat, ez már egy politikai döntés volt akkor, nem? Persze. Ettől kezdve ő Merkel korlátlan, feltétlen hívelet. Ami nekem érdekes, hogy utoljára védelmi miniszter volt, ezt nem tudta jól csinálni. Látszott, hogy nem ért hozzá, és óriási korrupciót... A szociális miniszterséget jól csinálta akkor? A szakértői vélemények szerint a munkaügyet jól csinálta, a szociális mm. dolgokat jól csinálta. A védelemnél olyan botrányai voltak, annyi szakértőt vett föl horribilis pénzért, hogy az ügyet megpróbálták kivizsgálni, soha nem tudták. És ekkor jön az megint, hogy kiállítja az Európai Unió vezetőit. Természetesen németek és franciák. Hogy lett Juncker Európai Unió vezető? Merkel javasolta, igen, de előtte meg volt a döntés, hogy nem Juncker lesz a főnök, hanem a brit miniszterelnök, Merkel levette a napirendről. Most ami nagyon érdekes volt, Ursula von der leyen Macron javasolta. Nyilván egyeztetett merkel nem kétséges. Nagyon jó tud angolul, franciául, hát a német az anyanyelve. nyelve. Bocsáss meg, a, ez most annak szól, ez a javaslat, hogy ennyire fantasztikusan végezte a munkáját az elmúlt öt évben? Nem. Ez egy kompromisszum. Ez azt jelentette, hogy az Európai Központi Banka, Európai Bank, ECB Európai Centrálbank élére franciát állítanak, ez arról szólt, hogy leosztották a vezető posztokat Berlin és Párizs között. Pont. De von der Leyen estében viszont fölmerült az is, hogy lehetne a NATO főtitkára. Igen, csak Állítólag a NATO főtitkárnál Szolc. már a Scholz megfurta. Tehát az miért? mert a Scholz próbál középen maradni. Most váltunk a von der Leyenről, benne vagyok. A Scholz egy rendkívül érdekes ember. Ő pénzügyminiszter volt Merkel kormányában, ő Hamburg főpolgármestere volt, ő egy gazdasági szakértő, nem karizmatikus. A német kormány jelenleg a szétesés szélén van. A három párti kormány nagyon nehezen működik. Ő két nappal ezelőtt a liberális párt főtitkára bejelentette, hogy ők gazdaságilag a cdu csu akarnak a jövőbe együttműködni. Nem menjünk bele, fizikai képtelenség. Plusz a párt 4 és 5 százalék között van. 5 százalék. Vagy bejut, vagy nem parlamentbe bekörülés határa, tehát ahogy te mondod, vagy bejut, vagy nem, tehát ezek nem egyszerű dolgok. De a lényeg az, hogy Scholz nem engedi leszállítani a Taurus rakétákat Oroszország ellen Ukrajnának. Az volt a véleménye, hogy annyira orosz ellenes von der Leyen, annyi hülyeséget csinált, tehát a COVID, beszer Covid esetében a vakcinák beszerzése óriási korrupciós botrányt vett föl, nem lehet bizonyítani, eltűntek az SMS-ek, mit ad Isten? És a Solcnak az volt a véleménye, hogy ne legyen belőle NATO főtitkár. el! a Stoltenberg visszavonul. A Stoltenberg, amiket most mond, azért azt úgy kell venni, hogy ezek a búcsú mondatai. Nagyon érdekes lesz, hogy ki lesz a NATO főtitkár, rengeteg a jelölt. Most úgy néz ki, hogy a CDU-ba bement a von der Leyen két nappal ezelőtt, és a CDU von der Leyen fogja javasolni az Európai Unió élére. Ez megint a spicen kandidát elve, tehát az, hogy a vezető legnagyobb pártcsalád most ez a néppárt. És előre eldöntik. És előre eldöntik. Meglátjuk, hogy a néppárt lesz a választások után legerősebb. Lehetséges, hogy igen. A fundel óriási a bázisa és óriási az ellenzéke. Meglátjuk. Ez egy nem szép kérdés lesz, Mond. előre mondom. A abból, amit mondtál, hogy Scholz érvelése szerint Fondel nem kellene NATO, NATO Ebből az is következik, hogy inkább kérdezem, hogy az is következik ebből, hogy a NATO fontosabb, mint az Európai Unió? Nem, ebből az következik, hogy a harmadik világháború szédén táncol az emberiség, mert Na, naponta olvasom, hogy ki mit mond a skandinávok, a lengyelek, a baltiak, a britek kőkeményen fősorakoznak az oroszokkal szembe, a lengyel külügyminiszter, a lengyel védelmi miniszter állandóan azt mondja, hogy föl kell készülnünk, mert néhány éven belül Oroszország támad. Na most feltételezem, hogy az ő informáltságuk az énnek a sokszorosa, de azt az egyszerű tény megnézem, hogy a NATO-nak hány harckocsia van Oroszországnak, hány repülője Oroszországnak, akkor mindenben 4 6 7 szeres NATO fölény van. Tehát ha ezt az egyszerű tény megnézi, akkor tudja, hogy Oroszország nem fogja megtámadni Európát. A baltiak építették a védelmi vonalat a orosz határment. Én nem akarok belemenni értelmetlen. Ha háború lenne, nem lesz, akkor ezeket a vonalakat szétverik. Annak idején egyszer megkérdezték kennedy hogy mi van akkor, ha az oroszok elfoglalják nyugat, akkor még a szovjetek nyugat-európát. a Kennedy válasz az volt lehetetlen, nem tudják élelmezni. Most nincs Oroszország abban a katonai helyzetben, hogy egy sikeres katonai akciót hajtson végre a nato szembe. Csak atomháború lenne lehetséges, de az az emberiség végét jelenteni. Felteszem máshogy a kérdésemet. Igen. A... Ezek szerint akkor nem fontosabb a NATO, mint az EU. Más a mi... bocsánat, más a kettő. A NATO a biztonságot jelenti elvéleg. Most a gyakorlatot hagyjuk. Az Európai Unió egy Európai Uniós döntően gazdasági együttműködés. Az Európai Unió élén egy cikluson keresztül font itt volt. A NATO érére tenni nagyon nehéz mondok egy nagyon fura dolgot, amit én még a Magyar Sajtóban nem láttam. A NATO katonai kiadásainak nem akarlak kérdezni hány százalékát adják az Európai Uniós tagok? 20. Döbbenetes. Többenetes. 80 ad USA, Kanada és az európai államok, amelyek nem EU-s tagok, Törökország, Norvégia, stb. Tehát rendkívül érdekes az egész. Más a kettő, más a feladata, más a struktúrája, pont. Akkor itt lesz egy leágazás a kérdésemnek, és nem azt teszem, valamit. amit mert mindjárt azt is volt teszem, de akkor ha azt mondod, hogy 20% a, a részvétel. Akkor miért Történik az, ami most is történik, hogy elkeseredetten Európán belül keresik a vezetőjét a NATO-nak. Mert a NATO vezetője hagyományosan európai volt. Az Európai Unióba a von der Leyen a második német. Nem akarok vizsgáztatni, a diákok lennének itt föltenni. Ki volt nem ez szeretik ez? a németeket, nem azért a NATO-hírénak. A NATO-nak más a funkciója, hogy ki lesz a NATO főtitkára, egy európai lesz, ki dönt erről a mindenkori amerikai elnök. Most, hogy milyen az amerikai elnök képessége, erről tudunk egy fél órát beszélni, de ez a lényege nem változtat. Ki volt az egyetlen német, aki eddig a Európai Unió érén áld? Von Hallstein. Az a Hástein, aki kiadta a Hástein doktrinát, amikor 1900, ö, már is mondom, 55-ben Adenauer elment Moszkvába, a még élő német hadifoglyokat hazahozta. Ez az egyetlen eset volt, hogy a CDU-CSU abszolút többséget kapott a következő 57-es szavazásnál. A von Hallstein a kor egyik legismertebb politikusa volt, és őt tették az akkori Európai Unió, nem így hívták élére. Térjünk akkor vissza Fondellejére. Igen. Azt mondott, hogy én is láttam a sajtóba visszaköszönni, hogy hogy Scholz szerint túlságosan szélsőségesen orosz ellenes, ahhoz, hogy ő a NATO-nak a főtitkára legyen. Elnézést, de ugyanazt csinálja a borrel is, csak a borrel nem akar NATO főtitkára lenni. Na de, de ezt akartam pont megkérdezni, hogy ami megengedhető EU-s szinten, az nem megengedhető NATO szinten. Tehát EU szinten megengedhetjük, hogy egy olyan személy legyen az Európai Bizottság elnöke, aki túlságosan orosz ellenes a saját országának a kormányfője szerint is? A válasz az, hogy ez megint egy nagyon jó kérdés. Az Európai Unió nem visel hadat Oroszországgal szembe. Az Európai Unió elképesztő gazdasági támogatást ad Ukrajnának én el szoktam mondani, kapom ezzel a kritikát, hogy az oda küldött átlag 30%-át lopják el azonnal az ukránok. Ha már erről beszélünk, érdekesen a ukrán politikai katonai vezetés szembenállásáról beszélni, de az megint egy más kérdés. A von der Leyen az, aki állandóan erőlteti Ukrajna támogatását. Ki támogatja Európában legjobban a ukránokat? Németország. Egyedül többet ad Ukrajnának, 7,1 milliárd eurót, mint Európai Unió egészen Németország nélkül. Nekem rendkívül fura volt a múlt Ér. Mit mondtak a franciák? Adok 3 milliárd euró támogatást Ukrajnának. Mire azt mondták, hogy ez sokkal kevesebb, mint a német. Mire a Macron válasz az volt, igen, de ezek minőségi fegyverek. Hát én gondolkodtam, hogy a francia hadipart lehet reklámozni, nem biztos, hogy így a legcélszerűbb. Tehát von der Leyen. ő az Európai Unión élén döntően elfogadható volt. Most azt hogy miket csinált, milyen korrupciós ügyek, ezek nem bizonyítatok. De a NATO élére tenni valakit, aki ennyire orosz ellenes, az volt a vélemény, hogy nem célszerű. Nem akarok beleragadni ebbe a témába, az egy kérdés még engedj meg. Persze. Ez pedig az, hogy nem akarunk a NATO ére valakit, aki a saját kancellárja szerint túlságosan orosz ellenes. Ajda, de a saját az... a másik pártból jön Ez igaz, ez fontos. Persze. De az EU élére megfelelhet, Mondja ezt az a saját kancellája, akinek a kormánya az elmúlt hetekben azt kommunikálta, hogy bármikor Európa és Oroszország között kitörhet a háború, és hogy Németországot nyilván nem közvetlenül, de közvetett módon támadás érheti bármelyik pillanatban, pillanatban Oroszország részéről. Igen, igen csak erre, hogy... áj, 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 megint, amit mondasz nagyon sok igazságon, de ki mondja azt, hogy bármiáron támogassuk Ukrajnát? a liberális párt. A liberális párt adja azt a 65 éves hölgyet, aki jelenleg a Bundestagban, a Német Parlamentben, a Honvédelmi Bizottság elnöke. Mit csinálnak most vele? Elküldik Brüsszelbe. Ő lesz a csúcsjelöltje a német liberális pártnak. A szociáldemokrata pártból ki az, aki azt mondja, hogy fegyverkezzünk föl Európa atomfegyverekkel? Bárni, az eddig igazságügyminiszter. Egy ciklus óta ő az Európai Parlament egyik alelnöke. Hatalma nulla. Jó, nem menjünk bele, hogy egy parlament alelnöknek mekkora hatalma, de már nem igazságügyminiszter. Tehát a német három kormánypárton belül óriási a megosztottság. Amit mondasz, igaz, de az ellenkezőjét is el lehet mondani. A szociáldemokrata párton belül óriási vita volt, elnézést, én erről írtam egy könyvet, pár hónap múlva jön ki, ahol az alap az volt, hogy mit kezdjünk a merkel -lel. És az volt a véleményű hogy utoljára hajlandó a szociáldemokrata párt belépni a Merkel kormányába. Ez volt Merkel negyedik kormánya. Igen, de utána a CDU egy százalékkal vereség, Merkel pártja a vereséget szenved a szózdemektől. És szörnyű, nehéz a kormányalkítás, szózdemek, liberálisok és sárgák, tehát és zöldek alakítják az új kormányt. Új helyzet van. Vég... Lehet, a szociáldemokraták, hogy nem a cdu út t kérték. Igen, csak a CDU-CSU meg határozatba hozta, hogy nem hajlandó együttműködni. A szociáldemokrata pártnak volt egy zárt ülése, én ezt leírom, ahol megállapodtak, hogy soha többet nem ülnek le a CDU-val egy kormányba. Tehát magyarul ők kijelölték a következő kancellárnak Solcot, Solc Scholz kancellárát. Rendkívül érdekes lenne azt megnézni, tudom, hogy nem tartozik ide, hogy ha már német belpolitika, hány vezető német politikus tűnt el a sűjesztőbe? Lasett, a CDU utolsó elnöke, Merzel, Elképesztő. Alig a nevére, pedig ő kancellárjelölt volt. AKK, Annak Rétkam Káremor, elnézést, CDU elnök előtt volt, Ki emlékszik rá, Szárvidék sikeres miniszterelnöke volt. Túloldalról volt egy kancellárjelölt. Friedrich Merz, ő lesz a következő, vagy ő nem tűnik el? Ez egy nagyon érdekes dolog. Merz tehetséges, merz Merkel állította félre annak idején. Merz 70 éves a következő választásokon tudom, 73 évesen lett kancellár, először adenauer azért, mert nem Adenauer. És mit csinálok ződerrel? Ződer állandóan kancellárokkal lenni. Ahányszor eddig bajor politikus bejelentkezett kancellárságra. Strauss 1980-ban, Stoiber mindegyik megbukott. Ződer, hát én leírtam szó szerint azt, hogy Ződer hogy idézőjelbe búcsúzott el a CDU-tól, amikor Merkel kell eh, lemond, és a laset lesz a kancellárja, tehát a Ződer tökéletesen tudja hogy a laset mindenre alkalmatlan, ezen a szinten mielőtt kiavítanak. Rendkívül érdekes. Ződer azt mondta, hogy visszajövök. Vissza akar jönni? Ő kancellár akar lenni? Tudom, hogy nem megyünk bele személyekbe. Ott honsa stabil a támogatottsága. 34-35 százalék, holott korábban 50 körül voltak. Az egyik újságíró mondott egy mondatot ződerről, ami nekem rendkívül tetszett. Ha kezet fogsz Zölderrel, számold meg, hogy megvan nem még mind az öt újat. Ződer elképesztő változásokon ment át. Mindig úgy politizál, hogy véleménye szerint a lakosság hallani akarja. Ennek van és kontra oldala, pont. Akkor maradjunk még európai szintéren, de már közeledjünk München felé, és Münchenből nézzünk Európára. Pont az elmúlt napokban az Instagramon láttam, hogy Zölder kitett egy posztot, amin vidáman mosolyognak Manfred Weberrel, és jelezte, hogy akkor a csúcsjelöltjük, nem is a csúcsjelöltjük, de hogy a, a jelöltjük az LP választási lista vezetőjük. Ezt a szót kerestem. A várakozások szerint Manfred Weber is milyen fantasztikus szereplő, és mennyire alkalmas európai politikus. Ők tényleg egy követ fújnak? ez megint érdekes, mindjárt nem visszatérünk. Annyit látni kell, hogy Bajorországban, aki a miniszterelnök pozícióját, Bajor miniszterelnök veszélyezteti, abból valamit csinál. Ki volt hosszú időn keresztül Zöder fő Dobrin. Mit csinál belőle? Frakcióvezetőt Berlinbe. Manfred Weber. Ő úgy szintén úgy érző, hogy rendkívül tehetséges. Most nem menjünk bele, hogy az Igen. El kell küldeni. El kell küldeni. Hova? Brüsszelbe. Ki kell jelenteni, hogy nála szebb, okosabb a világon még nem volt. Ha nem választják meg, hát Istenem, ilyen ez a ruhat politika. Tehát rendkívül érdekes. Nem tudom, rátérhetünk-e két percben Münchenre, mert az itt a lényeg. Még egy Igen? kérdés előtt engedj Igen? meg, oda akarok kiukadni. Azért mondtam, hogy München felé tendálunk, de elejtettél egy félmondatot. A németek által. Bántal. Több félmondatot elejtettél, de Igen. most egyet fogok Igen. kiragadni. Ráadásul önkényesen fogom kiragadni ezt a félmondatot a németek által meglebegtetett európai atomfegyver. Bocsánat, ez, ez oké, mennyire kerek, a Bárni által meg. Bárni, által, jó, oké. Tehát a német szociál. De szociáldemokratákkal... hát azt mondod, hogy ne azonosítsuk se a szociáldemokratákkal, se a kormányjal ezt a javaslatot. Persze. Uh -huh. Atomfegyver. Hát erről kéne hosszan beszélni. Mit jelent ez? Ma két olyan atomhatalom van, amelyiknek kólátlan számba vannak hadászati csapásmérő erői, Oroszországosak körbe fele fel arányba. Elkezdődött a a világűrbe, ez megint egy másik beszélgetés témája. Európában jelenleg két atomhatalom van, Nagy-Británia, amik a Brexit után nem tagja az EU-nak, és Franciaország, ahol a francia atomütőerő francia kézben van. Mi a válasz? Csináljunk európai atomfegyvert. Oké, okay. tessék mondani, kikkel, milyen pénzből, hogyan. Volt egyszer egy amerikai... Milyen alapanyagból. Hát, hogyan? Persze. Volt egyszer egy hölgy, úgy hívták, hogy Albright, amerikai külügyminiszter. Tudom, hogy ez nem a reklám helye. Rengeteg könyvet írt. Meghalt kb. két éve. És a Albrightnak volt egy könyve, jelentése egy megválasztott amerikai elnöknek. Magyarul sajnos nem adták, ki. én írtam róla egy értékelést, csodálatos a könyve. Egy oldalmondat, és utána válaszolok. Mi az a oldalmondat? Albright azt mondja, az amerikai politika első hat kérdése Ázsia. És az első kérdése az, hogy valaki mondja meg nekem, írja a külügyminiszter, hogy Pakisztán a szövetségesünk vagy az ellenségünk És mit mond Európáról Albright? hogy Európai Unió kezdjen el fegyverkezni, és állítson elő minden olyan fegyvert, ami a nato nincs. Bocsi, a nato szinte minden megvan. Tehát ezek a mondatok zseniálisak. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok vezette, vezetni akarja a jövőben is, és most is Európát. Tehát belemeltünk egy európai atomiparba, csak mi az értelme? Nem tudok annyira fölnőni, mint USA vagy Oroszország, hogy mondjam, szimbolikus jelentősége van, de hát itt a francia, itt a brit atomütőerő. Csak szokatlan, hogy németek részéről, vagy Németországból érkezik egy javaslat. Egy német politikustól érkezett ez a javaslat, aki már réges régen nem része a német politikának, a német kormányzatnak így pontos. Na, de akkor most érkezzünk meg Münchenbe, és a... Gyönyörű város többé-kevésbé, igen, egyébként voltam már többször, és vannak szép részei, meg kevésbé szép Egyetért részei. Egyetértek, de akkor egy mondat, ha egyszer még mész, igen. akkor menj ki a környékére, csodálatos szép, tehát Gármű Spártánkérchen, Mittenwald, csodálatos Hát ad. az már az alpok Így van. Na de akkor... És erre azt mondják ők, hogy mit elgebírget, tehát a középhecs, igen. Magas középhecsé. Igen. <laughs> Na de, akkor Müncheni Biztonságpolitikai igen. Fórum. Ez ugye minden évben megrendezik. Így van. Ez az egyik, hanem a legfontosabb ilyen biztonság. Európai szinten mindenképpen a legfontosabb. Szerintem a világon is. Azt mondta, hogy a világon is a legfontosabb. Mi a célja? Két percet kérek. Egy. Van egy Kleis nevű arisztokrata, aki azt mondja, hogy a harmadik világháborút el kell kerülni, és 1963-ban létrehozza a Müncheni Fórumot. Mi a célja? bárki idejhet, bármiről beszélhet, nem kell közös nyilatkozat, és nem kell egyetérteni. Csodálatos. Két nyelven folyik minden, angolul és németül. Tudom, hogy ez nem a reklám helye, aki tud nyelvet. Nézze vissza ezt a fórumot, csodálatos. Itt találkozik Szaudrábia most már kibékültek, korábban nem. Izrael és arab országok, amerikai és szovjet, majd amerikai és orosz vezetés. A német kancellárok rendszeresen itt vannak, Biden korában itt volt, amerikai elnökök, alelnökök, francia köztársági elnökök, mindenki, aki számít idejön, von Kleist megöregszik, visszavonul. Ki a következő vezető a fórumnak? Tehetség, kól biztonságpolitikai főtanácsadója, gyűlölik egymás genserrel. Egyszer vacsoráztam bele, körülbelül három óra hosszát, és hazamentem, azt mondtam, volt értelme, hogy megszülettem. Csod... A Telcsikkel? Telcsikkel. Csodálatos volt. Szóval megjelent a könyve magyarul, eladhatatlan, kihalott Magyarországon, Telcsikről. Telcsik vissza. Igen, egyszerűen beszélgettünk korábban, Tudja. és rákerestem, és tényleg láttam, hogy, hogy de, talán antikváriumokba itt ott még. Csodálatosan élni. Mi a következő? Ki a következő főnök? Isinger. Ki volt ő? Német külügyi államtitkár. Mi volt a feladata? A német egység levezénylése. Csodálatos. Isinger visszavonul. Ki a következő? haizken, Ki ő? Senki nem hallott róla. Merkel kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója. Csodálatos. Tehát ez a fórum szerintem a világ legfontosabb fóruma. A Bayerischer Hofszállodában van mindent a német államfizet. fizet. Egy sztori pár évvel ezelőtt a török delegáció között, hogy a szárodában van egy ismert ö, terrorista fogják el, kérdezte a német rendőrség, hogy ki az, hát a Özdemir, a német zöldpárt egyik legismertebb vezetője miniszter, el akarták fogadni a németek, megmosolyogták a törököket, pont, igen. Azt mondta, hogy ez egy olyan fórum, ahova mindenki elmehet és bármit mondhat. Ez idén is így volt? Mindenki elmehetett és bármit mondhatott? látványos volt írja a nem megállapodás. Tehát nekem ez a problémám. Egy asztalhoz ültett tárgyalni hárman. Palesztén miniszterelnök, Jordán külügyminiszter és Szipri -Livni, Izrael korábbi külügyminisztere. Minden koncepció út között. Nem, semmi közeledés nincs orosz-ukrán fronton, semmi közeledés nincs gázai fronton. Tehát leültek, tárgyaltak, majd mindenki összecsomagolt és hazament. De legalább egy jó fórum, nem ahol beszélgethetnek egyet. Ahol megismerhetik a másik álláspontját úgy, hogy ahogy negatívan szokták mondani, zárt szobákba, itt mindenki leülhet a másikkal tárgyalni, mert nincs közös nyilatkozat, nincs kényszer. De ez a fórum sem hozott, akkor ha jól értem, azt mondod az izraeli kérdésben, vagy gázai kérdésben, egy új irányt, vagy együttműködés felé való ellépés, de akkor valószínűleg az orosz háború felé. Így van, és három nem hívtak meg, nem hívták meg Németországból az AFD-t, erről is lehetne egy hosszabb beszélgetést, nem hívták meg Iránt, és nem hívták meg Oroszországot. Putyin korábban ezeken a fórumokon részt vett. De ez ellentétben az, amit mondtál, hogy az eredeti szellemisége az, hogy bárki elmehet. Igen, csak 63-tól rengeteg időt el, és ma már ez a fórum is differenciál, ami nem ilyen szerint nem biztos, hogy célszerű. Viszont ö, jól emlékszem, Zelenszki személyesen felszólalt és beszélt is. És pénzt kért, mint mindig, és beszéde mindig két részből áll, egy, hogy köszönöm, amit eddig kaptam, kettő, hogy mit kérek még. Persze, itt állapodott meg a németekkel, hogy biztonság együttműködést alakítanak ki tíz évre köztük, és itt állapodott meg, hogy megy Párizsba, és ott is pénzt kap, és fegyvert. De most állapodott meg az Európai Unió egy négy évre szóló 50 milliárd eurós csomagról. Így van. Akkor ezzel azt sugallod, hogy ez nem elég? Ha csak az idei igényét nézem meg Ukrajnának, akkor sem elég, és bármennyi pénzt adok, az nem elég. Nekem rendkívül fura, hogy a ukránoknál felmérték azt, hogy mekkora pénz kell a újjáépítésre. Ukrajna mondott 750 milliárd eurót. A, nem kevés. Az Európai Unió mondott 400 valahányat. Most a Világbank letette, hogy 800 valahány milliárd dollár kell. De ezek fiktív számok a De gondolom, az percről percre változik. Persze, plusz a háború nem ért véget. Mi sorolok ide aknamentesítést, romok eltakarítását, újjáépítést, tehát mi az, amit ide sorolok. De jelenleg ott tartok, hogy bármennyi pénzt adok Ukrajnának, nem adja vissza. Nekem az is fura volt, hogy 2027-ig most megállapodás született, hogy Ukrajnának semmit nem kell visszafizetnie a mai 27 után. Most mondom, hogy 27 után sem fog semmit visszafizetni. És 27-ig lezárul az, az egész konfliktus? A válaszom az, hogy ha nem, akkor Európa döglik bele. Tehát ha megnézem a szankciós csomagokat, Európát jobban sújtja, mint Oroszországot, plusz novemberben amerikai elnök választás lesz, egy pillanat alatt meg tud állapodni a békéről Washington és Moszkva, ha kell, én most elmondom, hogy milyen feltételek lesznek, és ki fogják hagyni Ukrajnát. Elmondod? Persze, a krím orosz marad, a megszállt területekről vita lesz, hogy mit az, mi az, amit Oroszország bekebelezhet, és lesz egy óriási dolog, ami nem tudok válaszolni, hogy mi lesz Ukrajna a nyugati határainál. Erre ma ember nem mer válaszolni. Ez alatt mit értesz? A lengyel határt, a román határt, stb. A lengyel előző kormány bejelentette, hogy nem akar ukrán területeket, tehát a volt lengyel területeket visszaad, azt igen, hogy a volt lengyel területek integrálódjanak bele a lengyel gazdaságba. Ezt nem tudom értelmezni. Moldova státusza? Nem tudom értelmezni, nem is akarom, nem is az én feladatom de a tudománynak kellett tenni a politika elé azt, hogy milyen lehetőségek vannak. Ma Ukrajna nyugati határaitól fél mindenki, mert életveszélyes még a megközelítése is. Most azt mondod, hogy ha meg is állapodnak, akkor is egy ilyen geopolitikai, biztonságpolitikai dominó indul el, és Bármi, Bármi megváltozhat. Hát Ukrajna keleti területein rendkívül nagy létszámú orosz kisebbség él. Ukrajna nyugati területein ukránok élnek. Ebből már konfliktus van. A következő, tessék mondani, meddig maradhat az Zelenszki féle vezetés? Én nem tudom megmondani. Mire vezet a politikai és katonai vezetés szembenállása? Hol lesz az. De a... Ezt most Zelenszki megoldotta? Kérdezem, nyilván kicsit álnaival is. Persze, megoldotta időlegesen de az eddigi főparancsnok, akit szerettek, otthon tartotta, mint a vezetés része. És kinevezte a helyettesét, majd egy pillanat alatt az öt legfontosabb katonai vezetőt kirúgta. Mi volt Mert az? azt mondta, nem, vagy az az üzenet, hogy nem elégedett az eddigi teljesítményen, és, és hogy Zaluzsnyi hiába volt népszerű. népszerű, ez mégsem igen, csak az Zaluzsnyi megmondta azt, hogy nem lehet támadni, az új parancsnok ugyanezt mondta. Az Zaluzsnyi azt mondta, hogy a Vievka védelme óriási Élőerőbe kerül, kivonták a csapatokat, miközben rendkívül komoly veszteségeket szenvedtek. A katonai vezetés azt mondta, hogy egy irányba lehet támadni, a politikai vezetés azt mondta, hogy két fő irány, melék iránymai vereséget szenvedtek. Az ukrán államfő azt mondta, hogy napi 500-tól 1500 métert kell előre menni, egy lépés nem mentek előre. Tehát a hiba határ, a probléma adva van kérdés, hogy a nyugat mikor hogy szól bele, ezt soha nem fogjuk megtudni. Pedig pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy ez mennyire Főleg az von ukrán... Tárcsász, kihangosítjuk. Rendben. Mennyire az ukrán vezérkari főnöknek a döntése az, hogy merre támadnak, mit csinálnak, mi következik. Látni kell, hogy Ukrajna tele van nyugati szakértőkkel, hogy a nyugati szakértők milyen tanácsokat adnak, ez megint soha nem fog kiderülni, de látni való az, hogy az ukrán államfő nem katonai szakértő, hogy mennyire politikai szakértő, abban nem menjünk bele, nem katonai szakértő, és a katonák nyilvánvalóan teljesen máshogy látják a valóságot, mint a ukrán politikai elit. Hát ugye általánosságban igaz szokott lenni a Így katonáknak van. a világlátásai, teljesen más, hogy persze. tekintenek politikai, geopolitikai eseményekre, mint mondjuk akik, nem tudom, jogászok, közgazdászok, nyilván egy uh, saját speciális világ, van meg uh, gondolkodás mondjuk van. De akkor ezzel azt is sugallod, hogy Zelenszki nem biztos, hogy hosszú távon marad? Én nem fogadnék rá, hogy marad. Pedig népszerű. Megtűnik, de a választásokat nem merik írni. A parlamenti választásokat. Nem is ő... kell kiírnia, nem, mert háború van de ezt ő mondja. Ő azt mondta, hogy kírja a választásokat, ha a választások összes költségét megkapja az usa -tól. Na most azt, hogy egy középhatalom azt mondja, hogy akkor így választást, ha választási pénzeket megkapja az usa ez nevetséges. Zárul el, olyan mennyiségű pénzt kap, hogy ebből a választások kijönnének, ha felvállalná. Látszik, hogy a népszerűsége csökken, látszik, hogy valós felmérés az országban nincs. Ha megnézem azt, hogy naponta hányan menekülnek el Ukrajnából, hogy a menekültek ellen már tűzparancs van, és erről soha nem beszélünk igen, jelenleg még a levegőben lőnek. Ettől még az emberek megállnak. Mi lesz, ha nem áll meg? Lelövik vagy nem? Ezek nagyon érdekes kérdések lesznek a jövőre. Jöjjünk egy kicsit közelebb, ha már tettünk egy ilyen nagy utazást így a világ körül, és érkezünk meg egy picit akkor Magyarországra és Svédországba. Úgy néz ki, hogy közel a megállapodás hogy hát közel az a pont, amikor a Magyarország is megszavaz a Svédországnak a NATO tagságát, és itt a sajtóban mindenféle információ kering azzal kapcsolatban, hogy itt egy nagy megállapodás kezd körbenazódni, aminek az egyik ilyen pontja nyilván az az lesz, hogy amikor, pontosan amikor megállapodnak, a, hogy mit kell aláírni, akkor majd el fog jönni a svéd miniszterelnök Budapestre. Te hogy látod ezt a... Tegnap bejelentette Varsóba, hogy jön Budapestre, persze. De még a, a, a nem mondta meg. Mert nincs megállapodás, persze. Persze. Hát látni kell, hogy két ország volt, amelyeknek fenntartásai voltak a svéd NATO csatlakozást, illetően a törökök és mi. A törökökkel meg tudott állapodni, elment Törökországba. Volt két pont, amivel meg kellett állapodni a, török, a svéd országban Svédországban lévő Kurdok helyzete és az egész problematika, nem térek rá, és az, hogy megkapják az amerikaiaktól azokat a katonai gépeket, amelyekre Törökország vágyott, mindkettőben megállapodtak. Magyarország esetében rengeteg dolog van, amiben meg kell állapodni. A magyar-svéd gazdasági kapcsolatok kiválóak. Magyarország számára nyilvánvaló, hogy nekünk új repülőgépeket is be kell szereznünk. Itt nyilvánvalóan szóba jön a gripen, annak nagyon sok változata. Jelenleg is Igenleg a is a gripenek van. Az a gripenek. Persze. Tehát magyarul ezeket meg kell tárgyalni, és a svéd miniszterelnök nagyon helyesen azt mondta, hogy Budapestre jön, megtárgyalja, és Magyarország a parlament nagy valószínűséggel támogatni fogja a svéd NATO csatlakozást. És a svéd NATO csatlakozás változtat a biztonságpolitikai helyzeten? a NATO tekintetében, vagy Európa tekintetében? Bizonyos értelemben igen, bizonyosban nem. Svédeknek nincs közös határa Oroszországgal, de a svéd hadsereg a világ egyik legfejlettebb hadserege. A svéd GDP a világon az egyik legmagasabb. Fejből mondom, nem biztos, hogy jól emlékszem, kb. a kilencedik egyfőre kivetítve. Tehát nagyon-nagyon fejlett Svédország. Én nagyon sokszor voltam Svédországban, ez egy csodálatos ország, ahol nagyon komoly problémákat okoznak ma már a migránsok. Ez egy aktuális kihívás, ami valószínűleg Európát meg fogja határozni, és hát azért egy európai parlamenti választási kampányba lépünk lassacskán bele. Így van. Ebben a választási kampányban mi, minek, mik a döntő szempontok, mik a döntő kérdések, amik szerinted meghatározzák majd a... Nyilván a következő európai parlamentnek a felállását. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert a németeknél az előző választásokon a migráns kérdést nem merték elővenni, mert azt mondták, hogy ez az AFD-t Na most jelenleg a CDU és az AFD közt létrejött a Verte Unión Értékunió párt, amire a Hans-Georg Maasson hozott létre, ő volt a német tétkocs fő. vásztatója. Hadd közben. Igen? Ez valójában a CDU és az AFD között jött létre, vagy pedig azért jött létre, hogy elszívjon AFD szavazókat? É, Mert hogy egy fokkal közelebb áll a CDU-hoz. Én reggeltől estig a német tévét nézem. Amit te kérdezel, az most az egyik legkomolyabb politikai vita. Én a következőt gondolom. A Mászennal körülbelül négy óra hosszát együtt voltam Budapesten. Együtt ebédeltünk négyesbe, és utána egy fórumot tartott, ahol én elnököltem. Hihetetlen értelmes. Hát egy szolgálatfőigazgatója. Szembe került merkel -el. De én úgy érzem, hogy ez egy szűk értelmiségi csoport, a CD-ból kiábrándultak csoportja. Ennek nagy társadalmi bázisa nem lesz. Tehát Mászen nem az, aki kiáll, rácsap az asztalra, emberek, gyertek mögöttem ide lőj, stb. Ő egy nagyon jó értelmiségi, de nem több. Tehát én nem látom azt, hogy ő bekerülhet a parlamentbe. De az EP-be bekerülhetnek, nem? Az EP-be bárki Mert bekerülhet, csak a, ennek utána felejtsük el, hogy ennek milyen valós jelentősége van, hogy lesz a két-három-öt képviselője. Tehát az én problémám, most, hogy a mászen alapvetően nem fogja a német politikai struktúrát borítani. Ez egy érdekes kérdés lesz. De ő tényleg a CDU és a AFD között van. Persze, hogy sokkal közelebb a CDU-hoz, de ő vi, halálosan megsértődött a Merkelre. Oké, okay, de Merkel ma már nem létezik. Merkel visszavonul, zárója. Írja a könyvét, huszonvalahány ember segít neki. Ez év decemberére várják a Merkel könyvet. Én is várom. Rendkívül kíváncsiak, hogy milyen memoárt fog írni. Merkel élete tele van pró és kontrával. Én most adtam le a Merkel könyvet. Ezt be... akartam zárásként kérdezni, és hogy te tele... is írsz egy Merkel könyvet. Nem megírtam beleírtam egy mondatot, nem tudom, hogy benne hagyják-e vagy sem, hogy amikor meghal Russov, szovjet pártfőtétkár miniszterelnök volt, előtte el akart menni egy kiállításra, amit egy fiatal művész tartott, és között, hogy nem megy elmezze a fiatal művész, ilyen teltségtelen, olyan stb. Majd elment a kiállításra, hova a művész nem engedte be. Azért bátorság kellett egy szovjet pártfőtétkárt nem beengedni. Majd Russov is. Ez a művész csinálja meg a sírját óriási márvány, fele fekete, fele fehér, középen egy mosolygó Russov. És ezzel szimbolizált, hogy ilyen volt Russov élete. És én azt mondtam, hogy Merkel nem mosolyog, tehát más a helyzet, de Merkel élete zseniális és katasztrofális húzásokkal is tele van. Kíváncsi leszek, hogy Merkel a saját életét hogyan értékeli. Kíváncsi leszek, hogy Németországnak hogyan fog alakulni a zseniális és szörnyű eddigi által elmondott én úgy érzem, hogy ahogy távolodunk Merkeltől, annál több lesz a kritika. Tehát ő néhány kérdésben nagyon-nagyon mellén nyúlt, ebből az egyik a migráns kérdés, ahol a mondatai, hogy Bírsa meg tudjuk oldani, de ez Gipszkei-Neuberg rendszer, nincs felső határ, történelmi a kérdés. Kérdés az az, hogy kritika lesz, vagy felővizsgálat? Ez egy nagyon jó kérdés. Az ez idő ma, dönti el. Az ma még nincs válasz. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Dórádi György, biztonságpolitikai szakértőnek, és köszönöm szépen a nézőknek, hallgatóknak, hogy követtek, hallgattak bennünket, kövessenek, hallgassanak bennünket továbbra is, és kövessék, hallgassák a további részét, másik részét a műsorunknak. Ez egy külön kiadás a műsornak, de egy speciális különkiadása, egyszerűen egy európai parlamenti képviselő ül velem szemben, és lett a vendégünk, Hölvényi György. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, szeretettel üdvözöljük. Köszönöm szépen a lehetőséget. Európai témák, európai parlamenti választás előtt állunk izgalmas heteket élünk. Uh, izgalmas heteket éltünk, hiszen azért itt egy uh, elég komoly tüntetés hullám rázta meg Európát, vagy Nyugat-Európát, de Kelet-Európát is, hiszen nem csak Németországban, Franciaországban, Romániában is voltak, meg más országokban is, uh, Kelet-Közép-Európában tüntetések. Ugye ezek a gazda tüntetések, amire én gondolok. Uh, ezek a tüntetések egy nagy komoly uh, erődemonstrációban csúcsosodtak ki Brüsszelben. A kérdésem az az lenne, hogy mi volt -e ennek az üzenete, volt-e ennek üzenete, mert ugye eleinte úgy tűnt, hogy ezek csak ilyen szorványos. A német gazdák elégedetlenek, a francia gazdák, a román gazdák elégedetlenek. Hogy lett ebből egy brüsszeli tüntetés? ugye először, ha jól emlékszem, talán akkor Németországba indult el, de ha nem is elsőnek ott, mert hát ez, ez nehéz ezt napra megmondani, de a legkiterjedtebb mindenképpen az elején ott volt. Aztán utána Franciaországba, Belgiumba, Benelux államokba, és ott, utána aztán lett a, a nagy központi brüsszeli tüntetés, és közben ugye Romániába, Bulgáriába lett nagyobb tüntetés, és ugye itt az a kérdés, mindig volt valami helyi dolog. Tehát például Franciaországban kifejezetten az EU-s túlszabályozás bürokrácia, az egy kedvenc téma a francia mezőgazdaságból élők körébe régóta, mondhatni úgy, hogy évtizedek óta, pedig hát nagy kedvezményezettjei ennek. De hát rengeteg kritika fogalmazódott meg. Németországban kifejezetten német ö, törvényhozási, tehát a különböző helyi terheknek a ö, növekedése ö, váltotta ki ezt az elégedetlenséget, és, ö, és különböző támogatások megnyírbálása, és ugye az egész dízel, Dízel áraknak a növekedése. Romániába, illetve Bulgáriába, ott is voltak helyi dolgok, de ott azért világosan látszott, hogy a leglényegesebb dolog az az ukránban. Uh -huh. Ami hát ugye Magyarországon is mindenképpen meghatározott. Egyébként a magyar gazdák is ugye fölvonultak a határa. A határa. Tehát ez együtt adott egy olyan Képet, ami azért, hogy mondjam, tehát egy belga dominanciával, tehát ez az egész ö, ö, megélhetési biztonság, költségnövekedés ö, eredményezte az, hogy egyszerűen összejöttek Brüsszelbe, és lett egy, egy, egy nagyon nagyon komoly ö, nagy tüntetés, hogy egyszerűen a, a a mezőgazdaság, és itt nem csak kifejezetten csak arról, hogy hát akkor szántjuk a földet, és 21. századi technológiával szeretnénk dolgozni versenyképesen, és itt a versenyképesség egy szó, egy óriási probléma, egyre inkább, tehát hogy a kívülről bejövő, és elsősorban most itt Ukrajnáról beszéltünk, de máson is bejövő mezőgazdasági termékek, hanem itt arról is szó van, hogy ezek a, ezek a hogy mondjam, technológiák, és ezek a, az emberek, hát vidéken élnek. Tehát itt az európai vidék jövőjéről van szó. És ez viszont mindenkinek, hogy mondjam, az elemébe vág. Bocsánat, hát ez a jövőről szólt, vagy a jelenről szólt? Mert egy a picit... veszélyeztetett jövőről. Uh -huh. a veszélyeztetett jövőről, és egyszerűen van annyi, és ez Európa különben. Tehát, hogy igenis, ebben a helyzetben tudnak egy tüntetést szervezni. És azért mondom, hogy egy kicsit ez olyan értelemben kaotikus, hogy mindenkinek van egy nemzeti lába és van egy, van egy és ez nagyon jó is, ha így marad. Tehát... És a brüsszeli, az a zöldeknek volt egy üzenet, hogy ne toljuk túl annyira ezt a zöld politikát, hogy már kicsináljuk van a saját mezőgazdaságot. Részben igen, de például a francia, franciaországban, franciaországban, illetve Németországban a saját nemzeti kormányoknak, nemzeti politikájuknak is szólt, de az a kettő együtt van. Tehát ezt nem hmm. lehet egymást elválasztani. Persze, természetesen. Tehát ez a fajta ö, zöld... Ö, ö, hogy mondjam, ugye a Green Deal-ből fakadó, úgynevezett Green Deal-ből fakadó ö, előírások, mezőgazdasági előírások, ami havonta találkozunk ezzel. Tehát, amikor Strasbourgba szavazunk, akkor rengeteg olyan, ö, hogy mondjam, dolog van, ami itt a magyar gazdákat is közvetlenül érinti, uh -huh. például a különböző permetszerek kapcsán. Mert az tényleg nagyon jó, hogy minél inkább egészséges táplálékunk legyen, és saját élelmiszer-feldolgozásunk minél inkább, ö, hogy mondjam, vegyszer, legyen, de ez nem azt jelenti, hogy a nullára, és nem azt, hogy olyat teszek, és ez nagyon fontos, ez európai szinten fontos, hogy saját magam számára olyan előírásokat teszem, ami, hogy mondjam, versenyképtelen tesz, majd kívülről ilyen-olyan módon ennek azért több ö, lehetősége van, én ezt megmondom őszintén, sose láttam át teljesen, ö, behozó, akire ezek az előírások nem vonatkoznak. De pont Na, ezt ez a tiltakozás meg, de Pont lényege. ezt akartam megkérdezni miért jó, illetve jó az Európai Uniónak, hogy azt mondja, hogy nekünk zöld, stabil zöld alapokon kell állni. Át kell szerveznünk a mezőgazdaságunkat úgy, hogy az zöld alapú legyen, minél kevesebb káros anyagot bocsásson ki. Ennek az átszervezésnek sokak szerint talán túltoljuk picit a kerékpárt, az a következmény, hogy nagyon sok agrárvállalkozás bezár, mert nem tudja ezeket a szigorú szabályokat betartani. Erről beszéltünk. Majd pedig megvásároljuk ezeket, amik ön által is említett termékeket, olyan országokból, ahol nem nem tartoznak ilyen szigorú szabályozással, ez nem egy picit álságos hozzáállás? Nem picit, hogy... teljesen álságos. Mert hogy ugye az az, az üzenet, hogy, hogy mi zöldek akarunk lenni, de annak árán vagyunk zöldek, hogy itt csökkentjük a károsanyag kibocsátást, máshol viszont megvesszük, és az már nem érdekel minket, hogy a világ más tájén, hogy állítják el a megvásároljuk. ma, ma még nem az a helyzet, nagyon mindenki tudná már példát mondani, de ez ma nem, egy, nem ez a uralkodó de, állapot. De ebben az irányba de tartunk. pontosan ez a lényeg, és ezért voltak fontosak, és ezért lesznek, szerintem lesznek továbbra is tüntetések előbb-utóbb. Pontosan ebbe az irányba, mert ez, ez abszurd, mert ugyanis azért egyet tudni kell, és hát ezt mindannyian ö, tudjuk, hogy ö, tehát a, a, az egész EU támogatási, mezőgazdasági támogatási az nem csak, nem csak, a magának a mezőgazdaságról, hanem az az európai vidéki életről szól. Tehát, és enne, ezt cserben hagyni, az, az, hogy mondjam, a százmillió millió embernek a, a, hogy mondjam, a közvetlen megéletését veszélyezteti, és a termelésen, amiről most beszélt, beszéltünk, Igazából mindenkinek, hogy mondjam, tehát húsba vágott. Tehát ez, ebbe nyilván valamiféle fordulatra van szükség. Az a fajta zöld politika, ami elsősorban Németország felől bejön, és a németek valamit elkezdenek annak azért, hogy igyekeznek akármi is legyen a végére járni, az bejön, bejön Brüsszelbe, ott van egy egyfajta baloldali többség, és azért a tanácsnak van egy kiegyensúlyozó szerepe, de ez egyszerű. Ez, ez, ez most már tényleg kritikus lett, és mondom, ott érhető tetten, hogy ö, olyan versenyhelyzetet teremtenek, ami, amiben, hogy mondjam, az európai gazdák egyszerűen tönkre fognak menni. De Lehet egy egyensúlyt teremteni, gondolom, a, a zöld elképzelések között, klímavédelem, a vidéki életmód a, és a termelés, meg hát nyilván az ellátás biztonság között, de mintha az utóbbiak, és főleg a legutóbbi, egyre kevésbé lenne fontosabb. Hát egy szó nem hangzott el, az a normalitás. Tehát itt a, hogy mondjam, tehát ez, ez egy olyan kicsit unalmas szó, kicsit a, majdnem, hogy opportunistenik, de itt a normalitásról van szó. Tehát mi az többség érdeke az, az Európai Unióban, illetve az Egyes Tagországokban? És egyszer azt világosan kell látni, hogy valahogy, valamiért a politikai elit fantáziaszinten ettől egyszerűen pont ezekben a kérdésekben is Ö, egyszerűen eltávolodott, és ö, ezt, ezt, ezt vissza kell hozni. Tehát ezt, ezt vissza kell hozni, és ezt csak úgy lehet visszahozni, hogyha nemzeti szinten mindenki a saját magáit megteszi. Tehát anélkül, hogy ez Németországban ne indítson el változásokat, nagyon nehéz lesz az európai változásokat is. Tehát, tehát ez nekem sok éves tapasztalat, hogy ö, ö, tehát Brüsszelbe a filterezett, hú, nem mondok ilyen csúnya, de szóval a filterezett marhaság érkezik. Uh -huh. De annak azért otthon ágyaznak be, azon a otthoni, otthoni szinten ágyaznak, és azokat erősítik föl. És ez például erre az egész zöld, zöld, zöldiesítésre, ami hangsúlyozó mindenki szeretné, jó környezetben élni, jó levegőt szívni, és amíg az is van, hogy ennek ára van. Na de ezt nem lehet az életet el lehetetleníteni, és ez, ezen kell változtatni, és ez tulajdonképpen akárhogy is nézzük, ez parlamenti választásokhoz is kötődik, és pont az európai parlamenti választásokhoz is kötődik. Tehát valahol a tényleg nagyon egyszerű, persze is sokkal komplikáltabb, a normalitás kérdéséről. Normalitást említette, ez egy, tényleg egy kulcs De a kérdés az az, hogy miért sikerült és hogyan sikerült eltérni a normalitást. Nyilván részben a kérdés elméleti is, de hát Erős. De hogy ez a kérdés valóban elméleti, de hogy ez kommunikációs oka van? Tehát, hogy jobban kommunikálható a nem teljesen normális megközelítés, mert hogy erősebb, hangzatosabb, és egy szélső értéket jelölünk és sokkal szélső közelebb tudunk jutni? hát igen. Tehát nyilván erről van szó, hogyha föltesszük valahol, akkor majd középen megállapodunk, az még mindig jó. Ez mondjuk a... De ez az európai, ö... bocsánat, az alapja, nem? Hogy, hogy... Persze, persze. De most nem ezt, nem, mind, nem ezt látjuk, hanem azt látjuk, hogy kitűzünk egy célt nagyon messzire, és minden állal ne akarjuk érni. Akkor is, ha nem értünk egyet. Igen, igen mert erre van, egy, van egy, egyfajta vélt baloldali többség, ami szerintem vészesen fogyóban van. És a másik pedig az, hogy az embereknek a, a Covid és a háború mellett ez a fajta, és ezeket a gazdasági ellehetetlenül és okozó intézkedés sorozatok együtt, ez egyszerűen elege van. Tehát elege van, és azért, azért nehéz ez, és azért nem, nem, ez nagyon könnyen az ember spekulálni rajta. Szóval egy Európa, Európa, egy jóléti társadalom, milyen szinten, és mi is részesei vagyunk ennek, de azt világosan kell látni, hogy ebből a jóléti társadalomban nagyon sok minden olyan döntés fakad, hogyha nem kellő társadalmi kontroll van, ami egyszerűen, hogy mondjam, tehát eszevesztetett. Uh -huh. Tehát, tehát például, például csak azt nézzük, hogy a, a milyen támogatások mennek, mondom egyik veszőparipám a különböző permetszerekkel kapcsolatban. Tehát a, a pe, ez, ez, egy olyan, ez egy olyan világ, amiben ezt ö, folyamatosan javítani kell, kontrollálni kell. Nyilván a nagy cégeknek megvan a saját érdekei, és azt mondja, hogy mindegyik a leges legjobb ebbe kell, de pontosan ahogy előbb is elhangzott, ebbe egyfajta egyensúly kell. Tehát ezt nem lehet, nem lehet máshogy. És egyszerűen az embereknek ez sok, mondhatjuk egy kával, de mondhatjuk két kával, és keresik a megoldást. Ez jelenti, hogy képes -e a politikai az uralkodó, vagy a uralkodó politikai alternatívát adni, vagy pedig hát komoly változásokra számíthatunk. Hárommal az válaszában úgy fogalmazott, hogy valószínűleg lesznek még gazda tüntetések a jövőben. Most nyilván pikírtem fogalmazok, de azért úgy tűnt, hogy akkor itt a gazdák elmentek, tüntettek, és én hallottam ilyen rádióban is ilyen megállapítást, hogy akkor sikerült megállapodni abban, hogy a következő európai ciklusban jobban figyelembe fogják venni a gazdáknak a, az érdekeit, és a probléma lezárva. Majd, bocsánat, jön a hír, és ez közel múlt, Közösen szerveznek nagyszabású demonstrációt a kelet-európai gazdák, hogy világosság tegye Brüsszel számára, Tönketeszi őket az Ukrajnából érkező gabona és élelmiszer, mert hogy Brüsszel az EU-s piacokra az újra és tovább az ukrán élelmiszert. Miközben a piacok egyébként relatíve normalizálódtak ahhoz a szélsőséges elteréshez képest, amire ugye, ami miatt szükség volt arra, hogy beengedjék az ukrán gabonát. Hát ez, ezért mondom, hogy lesznek tüntetések. Tehát ez, tehát ez mind, amit elmondok, az nem ind indokolja azt nem, ész, nem mert van meg, Mert, mert ez, ez gyakorlatilag egy, hogy mondjam, egy egyelőre úgy tűnik ez alapján, hogy ez egy taktikai húzás volt csak, és ez, nem, ez mező, tehát hogy mondjam, a mezőgazdaságból élőkkel, gazdákkal nem jó játszani, mert hogyha beindulnak, az, az, hogy nehezen indul el, meg ott kell hagyni a munkát, nem minden, de ha beindul, akkor az, akkor, akkor az beindult. És pontosan erről van szó, hogy ugye itt vagyunk az ukrán gabonával. És ne tételezzük azt föl, hogy ez tulajdonképpen ö, ö, elsősorban nyugat-európai, illetve amerikai gazdasági érdekek, hogy a Gabona ö, elkerül. Ezt, 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 ezt felejtsük most egy picit el. Hát gondoljunk abba bele, hogy mit okoz az ukrán Gabona közép-kelet-európába, mit okozott már tavaly is tárolási oldalról. Szállítmányozási oldalról, és ha ezt tovább visszük, mit, ö, mit okoz megint? Tehát ebbe tulajdonképpen a megállapodásban mondtak is valamit, meg nem is. Na de jön a, jön a vetés, jön a jön az aratás, jön a tároló, ö, tele van vagy nincs tele, ö, most a gabona minőségét azt ö, megint felejtsük el. És ö, ez, ez, ez megint egy harci helyzet lesz. Én azt nagyon fontosnak tartom, hogy a ö, Látszól, a kevésbé érdekelt nyugat-európai gazdák is ö, erre, erre, ráébredjenek. Tehát ez nem a, az ukrán gabona, az nem a békeharc eszköze, hanem ez egy nagyon kemény gazdasági, ö, gazdasági, dolog, amit hozzáteszek, hozzáteszek, hogy nem ezen az áron, de tulajdonképpen bárhol a világban, a harmadik világban eladható. Tehát Persze, ez sokba kerül az Európai Uniónak. Tehát, hogyha valóban az ukrán gabonát szeretném megnyugtatóan elszállítani, és hogy mondjam, nem rázudítani az európai gazdákra, el tudom szállítani. Tehát a harmadik világba persze, ennek komoly költsége van, ezt is hozzá kell tenni, de egyszerűen nincs meg a politikai szándék. Na, ezt a politikai szándékot Kell szerintem is, de és nem csak szerintem ez ö, ilyen értelemben keveset számít, ö, kikényszeríteni. És ezt ki is fogják kényszeríteni, mert egyszerűen nincs más lehetőség. Váltsunk egy picit szintet. A európai Parlamenti választások előtt állunk. Nyilván a tüntetések valószínűleg ezt is akarták valamilyen módon, ha nem is befolyásolni, de nyomást gyakorolni, hogy az emberek az LP választás Itt során van. ezeket a dolgokat is figyelembe vegyék. Ugye többször hallottuk, hogy az európai politikai átalakulás előtt alatt van. Hol tart az átalakulás most? Van-e átalakulás, lesz-e átalakulás? ez egy folyamatos dolog. Az világosan látszik, hogy így az európai integráció megfeneklik. Tehát a bővítésre egyszerűen ez a struktúra, ez a. Bocsánat, integráció csak bővítést ért, vagy mélyítést is? Mélyítést is, és bővítést is. Tehát ez mind a kettő beletartozhat. Hogy miért? Azt Mindenképpen nagyon fontos, hogy ö, ö, Európában sok olyan probléma van, amit egy-egy nemzeti ö, állam nem tud magába megoldani. Ilyen a környezetvédelem például, ezek hiszen világosan látszik, lehetnek ö, nagyon sok olyan stratégiai, de alkalmi helyzet is, mondjuk a ö, folyamszabályozás például, amit természetesen nem lehet meg. Csak határon átnyúló Csak kell. Így van, így van. És aztán van nagyon sok olyan dolog, ami úgynevezett, ö, és nem, úgynevezett nemzeti hatáskörbe tartozik, és mégis valahogy állandóan egy ilyen, egy ilyen kis csipelgetés van benne. Na most ez az, ami szerintem egy nagyon komoly kérdés. Képesek vagyunk azokat azokat meg, ö, behatárolni, amire valóban csak együttműködve juthatunk előrébb, és békén hagyjuk azokat, amilyet tulajdonképpen nem kell törődni. Most az a helyzet, és ez ennek az Európai Parlamenti baloldali frakciók az élenjárói, tulajdonképpen mindenbe szeretnének beleszólni. Kényszeresen, kényszeresen, itt politikusokról van szó, és hát ebbe élem az életemet, ők úgy gondolják, hogy minden nap úgy kelnek föl, hogy most ma megoldjuk a világ összes problémáját. Ugye? ami hát egy teljes képtelenség, és az a baj, hogy a lényeges dolgokról elfeledkeznek, illetve azt mondják, hogy az nem politikai termék, most olyan cinikusan mondja. Nagyon jó példát lehet különben mondani a migráció kérdésében, most nem akarok idejük adni, vagy itt lecövekelni, le de a migráció és a valódi menekültek kérdése. Mert ha mi összekevertük a kettőt, ezzel végletekig a soha nem látható, pontosan a menekülteket hoztuk teljesen lehetetlen helyzetbe teljesen lehetetlen helyzetben voltunk, mert akinek szerencséje van itt, és akinek tényleg menekülni kell, az a tulajdonképpen a kutya se törődik. Persze ez erős leegyszerűsítés. De jóval kevesebben. Hát hogyne, ne? Hogy Nem akarok ironikus vagy cinikus lenni, de ugye az lehatárolás, az elhatárolást mondta. lehet elhatárolni, meg lehatárolni a jelenlegi keretek között, amikor úgy, nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Uniónak a mostani működési rendjébe ez, ez a terjeszkedés, ez a túlterjeszkedés, amiről beszélt, kódolva van. Hát rész, részben kódol van, de másik az, hogy nem, tehát... tehát ö... De kódolható? Tehát azt lehet mondani, hogy akkor ezt nem. ne lehet állítani. Szóval szerint én az, azt gondolom, hogy megfelelő tanácsi összetételbe, tehát megfelelő kormányokkal és megfelelő parlamenti összetétellel a józanság az európai, és arra építve, hogy a józanság az európai igény, az valóban egyszerűen gazdasági alapúnak kell lenni. Tehát nem ideológia alapúnak kell lenni, hanem gazdasági alapúnak kell lenni az együttmunkálkodásnak, mert ezzel mindenki tulajdonképpen megfelelő szabályozás esetén... De ritkán halljuk ezt már inkább azt halljuk, hogy az ideológia azonosság, az ideológiai célkitűzések, és, és gazdaságra meg oly keveset hallunk. Hát, hát pedig könyörgöm, hát ez az egésznek az alapja. Tehát azért mindenki, ö, egy, tehát mi egy egységes piac vagyunk. Tehát, és van olyan dolog, amiben Európa nem lép fel egységesen, akkor, hogy mondjam, Tehát egyre zsugorodva a világ e, nagy játékaiból egyszerűen kimarad. És ezért kell tulajdonképpen az eszenciálisra koncentrálni, és hozzátéve az, hogy hát a versenyhelyzet megnő. Tehát, hogy mondjam, a vers, versenytársak ö, ö, megnövekedtek. Tehát például azt mondjuk, hogy a balkáni bővítés. Tehát a balkáni bővítés egy hitelességi kérdés kezd lenni a balkáni országokba, ugye? És egy pillanat alatt tulajdonképpen lehet egy olyan fordulat, hogy azt mondják, köszönjük szépen, nem kérjük. Ez nekünk nagyon nem érdekünk. Én néhány évvel ezelőtt jártam a térségben, és ott azt láttam, hogy üzletekben, meg különböző ilyen helyeken EU zászló, meg EU színekkel adnak el termékeket, mert annyira fontos az EU. Igen. Tehát arra, erre mondja azt, hogy ez megtörhetés, meg, átforulhat, meg, és azt hát, mondják, hát, hogy... Ha, ha képtelen Európa, képtelen ezeket az országokat fölvenni, tehát az Európai Unió tehát képtelen fölvenni, képtelen tényleg bevonni. Bocsánat, technikailag vagy politikailag? Képtelen? Politikailag. Politikailag technikailag képes lenne? Ez egy nehéz kérdés. Ez nehéz kérdés, Én azt mondanám, hogy a megfelelő politika akarat mellett igen. Mm -hmm. Igen, én ezt, ezt mondanám, de ez most csak egy tényleg egy ilyen gondolatfoszlány. Az mindenképpen mindenképpen a, az európai integráció, és azon belül a balkáni integráció az. Egyrészt hitelességi kérdés, másik pedig, hogy az Európai Uniónak kell világos jövőképének lenni. De ez ez nem, ez most egy katyvasz lett, katyvasz lett. van ö, háborús képünk, van ö, legyőztük a ö, Covid képünk, tehát egy valamiféle ilyen együtt majd az milyen jó lesz, és ez, ez egy, erre oda kell figyelni, ez nem egy lényegtelen dolog, tehát azért ez nagyon sok politikus számára, döntéshozó számára egy közös élmény. Tehát, hogy mi most a legyőzzük Oroszországot, hogy ennek mi a realitása, azt mi nem tudjuk, de de mondjuk, hogy komoly kérdőjelek vannak, de ezeket őket ez összehozza. Ez összehozza. Legyőztük a Covidot, hogy milyen áron, milyen formában, összehozta. Tehát ezek, ezek integratív politikai csoportoknak. Ez nekem meggyőződésem, hogy nem jelent az európai polgárok többségét. Na, ezt kell kifejezni, lehet, hogy kicsit ilyen kacifántos ez, Kisztános. de, de ezt kell, ez kell, hogy mondjam, megfelelő módon érvényre juttatni az európai parlamenti választások alatt. És hangsúlyozom, az európai parlamenti választás nem egy csoda fegyver, az egy nagyon fontos lépés, és szerintem most kifejezetten, hát mindig mondjuk, de de most tényleg azt mondom, hogy ez nagyon fontos, de, de nyilván párhuzamosan a párhuzamosan a nemzetállamokkal. Én megmondom őszintén, tehát óriási, tehát ilyen földindulásszerű választásokat nem, ö, hangsúlybeli eltolódásokat mindenképpen jobbra várok, és nem azért, mert egy, ö, hogy mondjam, tehát egy jobboldali politikus vagyok, hanem, hanem egyszerűen ez világos, hogy ez Európának ö, tényleg az érdekeit egy olyan katyvaszos, mindent most megoldani, akaró, hogy mondjam, sorrendet állítani, nem képes baloldal lehet, hogy ebből nagy baj, ez tényleg nagy baj lehet, és közben Európának Európa súlya a világgazdaságban, a világ nagy játékaiban jelentősen, jelentősen csökkent. Tehát azt kell megoldani, ami eszenciális, ami most itt kötelező, a többit azt meghagyjuk, aki hívő embernek megadatot hagyja Jóistenre, mert úgy tekint a világba, hogy nem nekem kell mindent megoldani, hanem amit tudok. És ennek a, a baloldalnak mindig ez volt a nagy problémája. De fontos, hogy, világ hogy, te különbség. Hogy, hogy Igen, de ez, ez, ez a, a, a plenáris ülésen érződik, hogy ő most minden, neki mindenre van egy jó ötlete. Csak hát aztán nézzük meg, és történt példák tragikusan mutatják, hogy mi lett belőle. Na, ezt kell elkerülni. Beszéltünk a kódolásról az Európai estében, hogy arra van kódolva, hogy folyamatosan foglal újabb és újabb területeket nyilván a tagállamoktól. Ez sokszor azért úgy tűnhet, hogy jó lehet, és ugye úgy fogalmat azt hogy egy egészséges egyensúlyt kell találni, szét kell választani, mi az ember az EU-nak van szerepe is, mi az ember a tagállamok tudnak jól szerepelni. Van itt előttünk egy aktualitás, ez a szuverenitásvédelmi törvény. Ugye itt egyrészt van a bizottság részéről egy állásfoglalás, vagy inkább kérdés, ugye itt kötelezettség szegési eljárás. De van egy ellenajánlata is az európai intézményrendszernek, és lapozgattam az EU-s és tehát láttam, hogy megálmodtak egy, egy, olyan csomagot, aminek az lenne a lényege, hogy az európai választásokat, a jogállamiságot, stb. egy közös standard alapján meg lehessen védeni, és ezeket meg tudják, meg lehessen fogalmazni, ám de be, be építették, beépítésre került az, hogy onnantól kezdve, hogyha ezt az európai szinten elfogadják, akkor a tagállamok azon a területen már jogszabálykezdeményezést nem, kezdem, nem indíthatnak. Akkor, Igen. akkor hogy lehet megvédeni, hogy tudják a, a tagállamok a saját szuverenitásokat megvédeni, hogyha az Európai Unió azt mondja, hogy én elfoglalom a ti szuverenitásotokat, mert tulajdonképpen ez egy európai szuverenitásvédelmi törvény, csak nem európai, hanem nem tudom. <laughs> igen, nem nemzeti, hanem nem európai. Nemzeti. Igen, igen. igen, igen. Tehát, tehát nagyon nagy nagyon, és időbe ö, jött elő ez. Mármint, hogy ez, ez, szerintem itt, itt még van megoldás. Tehát ezek törekvések, ezek megvannak tanulmányokban, jogszabályter, ez mindig ez van. Mindig ez van jogszabálytervezetekbe, tervezetekbe, stb. Akkor utána megpróbálnak a parlamentben, vagy a parlamentben kezdeményeznek, és akkor a bizottságban ehhez megfelelő partnerséget találni. Azt világosan kell látni, és azért ezt nekünk kötelező, hogy igenis van egy politi és politikai erő, vagy politikai erő többes számba, akik tulajdonképpen ö, egy európai, ö, ö, már nem is Egyesült Államok ezt, hanem európai államot akarnak. Tehát nagy elvel, meg nagy állval. És akkor ez, ez lenne. Ö, de ez, 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 arra kell erre vigyázni, és azért, hogy mondjam, tehát ugye ez elhíresült most már, és nagyon szimpatikus számomra, tehát itt a, kötelező a stratégiai nyugalom. Ugyanis ez csak az, azt a munkakedvet kell bennünk ébresze politikusokba, döntéshozókban, a bizottságnál és a tanácsnál, hogy na ez, ez lehetne. Na álljunk meg. És pontosan ez a lényege, hogy ebből úgy lehet csak kikeveredni, hogyha az európai polgárokat, az Különböző, tehát országokban különböző módon valahogy, ö, ö, hogy mondjam, párbeszédre kerül sor. Tehát ez most ö, kicsit ez ilyen általános, és én is nagyon vigyázok ezzel a kifejezéssel, de tényleg valamiféle ö, konzultációra kerül sor, és azt mondják, hogy kérem szépen ö, erről, mert ez, ez Magyarországon van, van más országokban is, és ebből valamiféle, ö, hogy mondjam, ö, nem is. Persze a választásokon derül ki, de a a közhangulatot reálisan fölmérik. Mert erre, erre semmiféle, ö, hogy mondjam, ö, általános közhangulat erre nem kényszeríti. Ez jobb lesz neked majd elvtárs, hogyha ö, rájössz, ha még most nem is érted. Hm. És ez, 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 ez egy kényszeres dolog folyamatosan, azért, mert ugye az európai integráció, és ez schumann kezdve így van, hogy az mindig van, hogy közelebb, közelebb, közelebb. Csak ugye a közelebb az nem azt jelenti, hogy mindent, hanem azokba a kérdésekbe, amelyekbe szükséges, azokba, hogy mondjam, ö egyre kevésbé bürokratikus, meg egyre kevésbé hogy mondjam, igen, mondjuk bürokratikus eljárásokat követni. De az nem jelenti az, hogy ez ezeknek a számát állandóan növelni kell. Mondok egy nagyon rövid példát, az egészen világosan, és ez egy nagy téma, és ezt nem fogjuk tudni ma megbeszélni, de egy nagyon fontos téma az, az Európa Biztonsága. Európa Biztonságpolitika, látjuk csak, ami a földközi tengeri tér kérdésben van, látjuk, ami ugye Ukrajnával kapcsolatban van, és tehát egyszerűen az európai európai haderő kérdése. Ez egy óriási kérdés, nem is lehet választani. De ezt úgy kell megcsinálni, és csak akkor lehet megcsinálni, hogyha ebbe a különböző nemzeti államoknak, hogy mondjam, a, a a most nagyon furcsa kifejezések, komfortérzete nem változik. Hogyha ezt úgy próbálják megcsinálni, hogy felülről biztos, hogy kudarcra van ítélve. Óriási áldozatok árán. És akkor megint lesz egy ilyen ideológiai vita, holott Európa biztonságáért mindenki szeretne többet tenni. Ugye? Legyen Európa ö, ö, még biztonságosabb hely. Ugye, én a politikus nem tudok, aki ezt nem, nem, mondaná. De a kettő viszont nem az, hogy, hogy ezt elősegíti a két, hanem, hanem pontosan kiderül, hogy ezt nem lehet csak úgy megoldani, hogy nemzetállami alapokon és ez egy komplikált dolog, egy nehéz dolog, és Magyarország is erre törekszik, és ez a fajta normalitás, és tudom, hogy ez nem egy, nem egy egyszerű, meg nem túl látványos, de ez a fajta normalitás ö, ö, élnek az emberek ma is. És az a fajta európai nemzetek fölötti valamiféle európai ilyen, furcsa, az európai vízió, az tulajdonképpen ö, az csak az elitnek a, elitnek és a hozzátartozó sajtónak a, sajtónak a terméke, ami az embereket körülbelül egyébként riogatják. Most persze ennek is lehet azért természetesen valaki a támogatója. De akkor Európa nem az, amit a politikon olvasunk. Európa messze nem, tehát azért az világosan kell látni a politikó egy remekül szerkesztet, remekül struktúrált. tehát angol száz, tehát nem egy kontinentális ö, újság. Az egy döbbenetes dolog, hogy a kontinentális Európát minden reggel a politikó ö, határozza meg. De hát azt könyörgöm, tehát az egy, az egy, az egy angol száz nagyon professzionális termék, mindenféle el lehet róla mondani, de de, hát, hogy mondjam, hogy, hol, hol, hogy van az, hogy a, a kontinentális Európának ö, nincs egy ilyen ö, sajtóterméke, vagy egy ilyen sajtó befolyása, ez mutatja a jelenlegi hát, hogy mondjam, ö, megint csak átmeneti állapotot. Majdnem azt mondtam, hogy jó végszó, de inkább az, hogy reális végszó. Hölvényi György. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, ez a helyzet ma Európa. Ez a helyzet, köszönjük, és hát köszönjük szépen a Mandiner nézőnek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket, kövessenek, hallgassanak bennünket továbbra is. Ez volt a beszélgetésünk Hölvényi György Európai Parlamenti Képviselővel. A házi gazdát Póca Istvánt látták, hallották, viszont látásra, viszont hallásra. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra.